Na, szép jó estét mindenkinek! Sziasztok! Kellemes hétkezdést! És ha minden jól megy, akkor üdv a YouTube nézőknek is, mert elvileg most már oda is kimegy, nem csak kimegy a stream, nem csak Twitch-en van. Viszont én erről semmilyen visszajelzés, meg semmit nem látok. Úgyhogy ez jelenleg az elég nagy talány, hogy tényleg jól megy-e meg minden, de majd remélhetően menet közben kiderül meg, fölélénkül a chat, és akkor majd látni fogom, hogy működik-e, vagy sem. A mai napra 2 óra elég nyugis tekerést terveztem. Egyik robopészerre menjünk, az 1.8-assal, mert azért a tegnapi 105 kilométerig nem mondom, hogy sok volt, de megéreztem ma reggel. Úgyhogy ez inkább a pulzus miatt ez amilyen rekordágy lesz a mai. De hogy ne pofázzak, hanem inkább tekerjek, úgyhogy akkor már be is lépünk, Neokolyóban megyünk. Egy kör 24 kili, 168 méterre, mondom 2 órát megyünk, és most nem a kilométerhez, meg a egyéb dolgokhoz kötjük magunkat. Na, go! Most vagyok arra kíváncsi, hogy a YouTube közvetítés összeakad-e a YouTube zenével. Ezt egyáltalán megtalálom, hogy hol van. Meg a másik az ugye, hogy a streamen szóló zene, az kimegy a YouTube-ra, de ezeket majd idővel meg kitapasztaljuk. Na, be is léptünk. A zene indul. És kicsit fel kell venni a tempót. Hello Viking! Na, akkor elvileg jó a YouTube, csak éppen semmit nem látok a betűkben, annyira kicsi. És közben köszi a követést, Vir! Üdv a csapatban! Erőkkel kerestem a csatablakot, mert a YouTube-on semmit nem látok, annyira kicsi. Hát nem lehet jobb. Visszamegyünk. De a chatnek, a YouTube chatnek a betűméretét hol tudom állítani, mert ez nincs sas szemem, de ez nagyon durva. Mobilról fölmegyek YouTube-ra és megnézem, mit írsz. Ebben nem gondoltam bele komolyan. Mert ugye a
Twitchnek a csetjét, azt tök jól belőttem. Úgyhogy lássam és normálisan. Igen, YouTube-ra kimegy minden hangsáv. Szóval, hogyha copyright zeném mondod is kimegy, hát csak az van. De azt meg tudom csinálni, hogy nem tartom meg a felvételt, hanem a Twitch-nek a felvételével megy át majd YouTube-ra. Kontroll felgörgőzés, na ezt megnézzük. Semmi, nem reagál. Élőben is tilt. Nagyon jó, király. Oh. És csak némítja a csatornát, vagy? Ez most úgy van megcsinálva, hogy a két az OBS-be különálló dokként van benne a Twitch-nek és a YouTube-nek a csetje. Folyamatosan elvitja az élőt. Aha. Hát akkor ez lehet, hogy nem ez járható út viszont. Aha. Jó, csak a nagyítás kis olyan kicsi, hogy nem látom. Ó, ez az megvan, köszi. Na, már mindjárt látom. Köszi a segítséget, ez jó tipp volt. Figyelj, hogyha nagyon szórakozik itt a copyright miatt, akkor... Akkor valamit tényleg ki kell találni erre. Nagyon jó. Élőben vizsgál, szeretjük. Lennének ötleteim, hogy mit vizsgáljon. De még addig jó, amíg a Twitch nem veszi át. Amúgy Viking, kösz ezt a multicast tippet is. Olyan fél nap alatt is sikerült belülnöm, meg utána járni, akkor mi ez, hogy ez.
Sajnálom, hogy YouTube nem ismeri a többsávos közvetítést, mert csak a Twitch okossága, hogy már nem is copyrightot. Élődöm alatt, ha csak... Jó, hát persze, tehát ezt megértem, a YouTube-nak van igaza. Tehát nem ezt vitatom. Meg nem is vitatom egyáltalán. Csak érted, tehát amilyen zenék itt ugye nálam mennek, tekerés alatt. Mert egy darabig ugye csináltuk ezt a... oly generált zenét. Kicsit elléptünk a robottól. Ugye csináltuk egy darabig ezt az AI generált zenét, de ezt hosszú távon komolyan én nem bírtam. Majd erről is majd beszélünk csütörtökön, helyre több dolog van. Figyelj, meglátjuk a mai adás után, hogy mennyire leszek inasba rakva. Mert a másik oldalról meg azt mondanám, hogy vagyok annyira kicsi és port szemét az egész gépezetben, hogy talán észre se vesz. Tehát oda inger küszöb alatt vagyok. Jó, oké, rendben, persze. Na, de a jó hírű, nem felejtettem egy zsepit hozni. Tegnap az lány defak volt. Volt egy 5 perces szünet, kirohantam, visszarohantam, elkezdtem tekerni. Aztán jöttem rá, hogy a zsepi nincs nálam. Ja, félmondom, hogy meglátjuk. Nagyon ennyibe ennyézik akkor. Köszi a rájdont közben. Ha nagyon ennyibe ennyézik, akkor meg kitalálok valami mást. De azt tudom például, hogy itt a néhány, akik egy Twitch-en jönnek rendszeresen, ők mondják, hogy például a zene miatt jönnek. A zene miatt is. Tehát nem az a szokásos mainstream zene.
Ja, tényleg, Viking. Vasárnap hogy sikerült? Milyen volt? Sajnálom. A 7-7 helyett a 7 havonta az meg már sok lenne, mi? A december az mindig ilyen szokott lenni, hogy mindenki eltűnik. Ugye egyrészt ugye a végsöprő betegségek miatt. Igen, az csak egy bónusz, hogy meg lehet téged simogatni is. Közben állítok itt a fényem, mert... Ahogy látom, sötét vagyok. És nem. Na mindegy. Ezzel lehet, hogy jobb egy kicsit. Két hét múlva vasárnap, de nem a most, hanem a következő hét vasárnap. Ugyanígy majd a vikingekkel fogunk menni. Viszont 172 kili 2000 szint fölött. Úgyhogy az egy nagyon masszív buli lesz. Szintén olyan pálya, ami még
ami még nem mentem. Ez, ebben már tényleg nem állok bele egyedül, tehát ez... Ehhez már kell csapat. Mellém, mögém, elém, attól függ, hogy nézzük. Addig meg úgyis gyúrok az ilyen hosszabb menetekre. Csak ugye az az egy hátránya van, hogy ez már tényleg idő kell. Vagy a 2-3 óra minimum. Ez a vasárnap, jövő hét vasárnapi, ez számolgattuk, hogy 9-kor lesz kezdés. És én délután 3-4 között lesz a célba érés. Az azért nem gyenge. Úgyhogy gyakorlatilag ezt ilyen, akár egy ilyen egész napos streamnek is meg lehetne hirdetni. Hogy teljesen őszinte legyek, azért kicsit tartok attól a pályától, pont így a távolság és a szint miatt. De hogyha tényleg nem lesz őrülködés, és az a viking engem nem szokott lenni, és így ezzel a mostani tempóval toljuk végig, akkor annak mennie kell. Mert tegnap is a 105 km után még bőven éreztem, hogy oké, tudnék menni még. Csak ott a kajával számoltam a dolgot. Hát most nem elszámoltam, hogy 100 km-re készültem. Tehát a vége felé már nagyon-nagyon éhes voltam. De hogyha úgy tápolok előtte, már mondtam én ugye, előző nap este is már ilyen tészta parti, meg minden, reggelizni is normálisan, akkor nem lehet, hogy gondot okozzon. Közben azért üdv a újonnan érkezőknek. Van kedvetek, akkor nyugodtan csetbe írjatok. Teljesen szabad a pálya, nem kell bekövetni ahhoz, hogy tudjatok írni. De ha mégis akkor ezt mondom, megköszönöm. Mai adás az ilyen teljesen nyugis 2 órás tekerés lesz, alacsony pulzuson, alacsony intenzitáson. Itt tényleg az lesz, hogy csak tegnapi hosszút
ledolgozom egy kicsit. Most volna mozogjam. Én ezt mondjuk észrevettem, amikor kinn is megyek. Hogyha nem tudom, hogy megyek egy Budapest Balatont, vagy pedig a Tiszató körbe kétszer. Ezek ilyen 140-160 kilométerek. Ezt észrevettem, hogyha ha másnap, meg a rákövetkező nap nem tekerek semmit, akkor utána sokkal nehezebb visszaülni, meg elfolytatni az egész bulit, mint hogyha másnap visszaülök, nyomok egy tényleg nagyon-nagyon lájtos valamit, utána jön, sokkal jobban esik a regenerálódás. Azért menjünk vissza tömegbe, szélárnyék mindig jól jön. Közben megnéztem, hogy mi ez a Nefex, amit említettem. Köszi a rágyont! Igen, és nagyon gyorsan rá lehet unni, meg másik az, hogy 2-3 után én pontosan a hangra pontosan megmondom, hogy mi jön, és az ilyen 3-4 óra után
kicsit azért lelombozó tud lenni. Hello, Ami! Szia! Vodra menő zenét én sem hallom, mint ahogy ti se. Lehet jobb is. Csak ugye akkor jönnek a hülyeségek, amikor ami nagyon pörög egy zene megy élőben. Jár a fejem, kezem, lábom minden hozzá. És lehet, hogy Vodban meg ilyen teljesen más cucc szól éppen akkor. Azért bennem felmenő a kérdés, hogy a feldolgozások, mint például, hogy ami most szól, az is egy feldolgozás, az minek számít? Védetnek vagy nem védetnek? Hát akkor, sziasztok! Jó volt veletek? Pörit a börtön, megkérem. Na most jön egy sprint egyébként. Nem kéne rámenni. Na jó. Na, ennyi kellett azért. Pészet bevárjuk. Hát igen, emiatt most ugye buktam a már kétszeres szorzómon, de vegyünk itt még annyit, hogy visszatornázzuk. Emi, itt vagy? Kirett, csak kérdezni akartam, hogy hétvége milyen volt. Mert ugye mondta, hogy mész te is letekerni a szokásost. Szóval utána már nem adtál előre egy hogy megvolt-e. Köszi a Rhydon-t! Na, nagyon helyes, jó van. Hát figyelj, 30 azért az...
Az azért nem kevés szerintem. A sok, ez kinek mi. Mindenkinek ugye a saját magához kell mérni, most mennyi. Mert például én is ilyen tegnap 100-at mentem. Nekem, hát ez beszélgettük egy picit, ilyen szó volt, tehát éppen hogy sok volt kicsit, de valaki meg 200-at úgy lenyomja, mint én a 10-et. De hát mondjuk a futárok az egy, az más állatfaj. Itt a vikinggel beszéltük, hogy a 2 hét múlvai vasárnapon megy egy csapat a leghosszabb pályán, az ilyen 172 kili, 2000 szint fölött. Úgyhogy szinte biztos, hogy akkor megyük velük és végig tolom. Hát a 172 az már nekem is sok, tehát ez elme baj kategória. Az biztos, főleg a 2000 szint miatt. Akikkel rendszeresen járok, ők egy norvég csapat. Tehát ott Fenrir-től kezdve mindenki elő fog kerülni szerintem. Még aztán felemelt fejjel menjünk a Valhallába. Közben azt nézem, hogy a YouTube közvetítés az beleállt a földbe. Vagy legalábbis nálam nem látom. Na mindegy. Ki kellett ezt is próbálni. Jó, megy nálad. Jó van akkor, nem szóltam. Emelkedő, meg megint elhagytuk a robotot. Miért nem szóltak, hogy ne rohanjak annyira?
Tegnap egyébként néztem én is pár ilyen este pár futár streamet. Nem normálisak azok komolyan. Másik azért az, ami érdekelne, hogy hogy oldja meg a 12 órás streamet. Ez a mennyi powerbankkal kell készülnie. A futártáskának a negyedét csak azt tennék ki. Jézusom. 20 000 milliamper, úristen. Másik, amit néztem, hogy nem spilázzák túl a felszerelést, egy darab telefonról nyomják. Tehát én, amit régebben néztem, hogy milyen kamera, milyen netelosztó, milyen mini PC gyakorlatilag. Ők meg kirakják a telefont, aztán tolják. Igen, azt mondjuk el tudom képzelni, hogy egy ilyen streamre felkészülés az a mennyi idő, amíg fölöltözik, meg elvezet magán mindent. Meg lehet, hogy nyáron ezt majd megnézem, hogy a akciókamerához, ami most ugye a pedálkamera jelenleg. Ami terve van véve egy melkaspánt. Arra majd rá tudom buherálni a telefont, azt mondjuk megnézzük, hogy milyen. Vagy pedig ilyen taktikai mellényt kell venni. Csak nem tölténytárakkal feltölteni, hanem ilyen powerbankokkal. Na, Miguel, hol vagy már megint? Jó, igen. Olyan a kinti tekeréseknél azért próbálom minél jobban minimalizálni a súlyt. Ne kelljen annyi minden cuccot magammal vinni. Ezzel azért nincs összhangban a IRL streamelés szerintem. Mert az akciókamera az tud streamelni, viszont ugye ilyen média nagyon távol kelet, úgyhogy olyan felületre, amiről én még nem is hallottam, hogy létezik. Ugye Japánban megy nagyon ez a cucc. És ugye a specifikációban csak az van benne, hogy streamelni tud, és akkor a felületre ki tudja venni, hát hülye gyerek meg is veszi.
másik, hogy például a tegnapi streamben is, hogy 20 rendszámot simán láttam kitakarás minden nélkül. Az meg ugye nem annyira szerencsés. Azt nem tudom, hogy átadáskor például lekapcsolják-e a kamerát, vagy például a levél is full raszba menne van-e. De szerintem lekapcsolják. Aha, takarják, na az legalább valami. Hát igen, ez más kérdés. Na jó, ez... Igen, tehát torzítani is kell. Meg akkor úgy eszik, akkor a kézírásod is, nem? Így. És ugye én például pont az ének miatt nem viszem le a edzőterembe a kamerát. Hát így, megrendelésbe bele kell írni megjegyzésnek, hogy no kamera, kösz. Azaz, bárki csak őt ne. Szóval én egyetlenül ezzel nem viszem le a kamerát, mert persze, hogy próbálkoztam vele, és mindig vagy benne volt, vagy belesétált. Aztán mondom, jó, hagyjuk a francba. Oké, ami akkor most meg kell kérdeznem, hogy hányszor rendeltél már csak kifejezetten tőle. Na, az az igazi multicast. Nem volt elég igényes, hogyha leolvastad róla, hogy volt most védő. Előző körbe itt rongyoltunk el ugye a robottal. Nekem még a vagyonőr érából van a munkahelyi emblémás pulóverem. Ez az igazi műszálas kötött rémség. Viszont ilyen melós pulóvernek, még ilyen rohangálósnak teljesen jó. Amikor kimegyek az utcára vele, akkor az az első dolog, ami a fekete cikszal laggal le. Takarok rajta mindent.
Más kérdés lesz, hogy amikor még ott dolgoztam, akkor se viseltem szívesen azt a jelvényt. Nem, hogy utána, miután eljöttem. Ja, igen, tényleg olimpián sem lehet márkajelzés. Nem, pontosan hogy a fizetett hirdetés nem lehet, mert a kerékpárokon ugye ott van a kerékpárokon ugye ott van, hogy ki milyennel megy. Na és ha már emelgettük a Valhallát, akkor jól jön mellé a Valhalla Calling Me című szám. Jobb kanyar, megint jobb kanyar. Egy valós, csak le ne essek. Menjük vissza a tömegbe. Úgy. Sunnyogunk.
nem sokára megvan a első óra. 28-8, 140-es átlag pulzuson. Soha nem látott mélységben a szám, vagy a pulzus. Na, Mibuya, gyere már, légy szíves. Nem tudom, hogy hány kilósa van beállítva a robot. De ugye lejtőkön mindig nagyon-nagyon elhúzok tőlük. Jó, ugyan annyival tekerek. Ez a robot itt van előttem. Ez a sárga most ugye mellettem látható. Ő teljesen fixen 1,8 watt per kilóval megy. 24-7. De vannak pályák, különböző nehézségek, és hát ugye ebből be lehet mögé állni, és akkor teljesen fix tempót megy. 1,1 a leglassabb, és ilyen 4 valamennyi a legerősebb, leggyorsabb robot. De általában az 1.8-assal és a 2.2-essel szoktam menni. Ugye ez arra jó, hogyha nem akarsz egyedül menni, ám de valami hosszabbat mész, akkor inkább az időszámítás nem a szint például. Akkor csatlakozol egy ilyen robothoz, és akkor lehet vele menni. Ugye sokan itt vannak körülötted, van szélárnyékod. Ugye egy kommunikálni is lehet, de ezt mondjuk annyira nem szoktam erőltetni. Pár éve jött be ez az újítás. És szerintem tényleg tök jó. Oké, rendben, jó étvágyat. Én meg köszi a segítséget itt az elején, nagyon sokat számított. Úgyhogy nem mindegy, hogy 8-assal vagy 28-as betűmérettel látom a csetet. Most van 8-assal nem látom a csetet. Aztán majd gyere legközelebb is. Szerdán szerintem ugyanígy jövök majd. Köszi, köszi. Emély, van valamilyen kerékpáros pletykád? Így a
retro világban. Már le vagyok maradva ott, hogy ugye a nagy csapat egyesülés az ugye mégse lesz. Meg hogy ugye a Fanert akkor lépett a Jumbóból. Kb. Itt vagyok lemaradva. Na, Miguel. Gyere már, légy szíves. Ja, igen, aha, az is jó, oké. Akkor. Na, akkor majd az idény első verseny, majd lesz egy nagy rácsodálkozásuk, hogy ilyetem, mit keresel ott. Hát azt nem mindig. Tehát nem elég, hogy ugye a mezeket, tehát csapatmezek is változnak állandóan névről évre, tehát azt megjegyezni. Nem, mondjuk az átigazolások után ugye képbe is kell lenni rögtön. És ilyen szempontból iszonyatosan tisztelem a kommentátorokat, meg ugye ezt az egész társaságot, aki jött az Eurosportnál, hogy már az első versenyen pontosan tudják, hogy ki hol van, ki merre van. Én ilyen évad közepe felé szoktam fölvenni a fonalat, hogy úgy nagyjából tudom. És nem csak ugye az élenmenőkkel, hanem mindenkiről tudnak mindent. Hát igen, jóval nagyobb, mert ugye vannak a kiemelt emberek, meg a csapatkapitányok, abból is van vagy három, egy csapaton belül. A szemét alatt vannak a segítők, hát Jézusom. Néha, amikor így felmegyek egy-egy csapatnak a honlapjára megnézni, hogy kik vannak ott, leakad az állam, hogy ja, hogy ebben a csapatban ugye 30 kerékpáros van, mi van? És ugye a verseny nem tűnik föl, mert 6-7 emberrel mennek. Csak ugye amikor egy hét végén van három nagy verseny, és ugye mind a háromra ugyanennyivel mennek, plusz ott vannak a tartalékok, akkor azért már összejön nagyon gyorsan. Wow, PR-t jöttem ezen a sprint szakaszon, úgyhogy nem is sprinteltem. Ez sokat elmond. Nem feszültem, úgy látszik túl sose ezt a részt.
és mi volt, már még elhagytuk. 4 méterre mögöttünk. Jó az emót. Tekerni is jól lehet rá. Köszi, köszi. Na, ennyire szarul nézek ki? Szerintem ez volt már rosszabb is. És most kell arra figyelni, hogy jó a mikrofont, nem kéne énekelnem. Elérkezett a fajának az ideje. Általában mindig olyan 7 órakor szoktam vacsorázni, és már szólt a gyomrom, hogy na akkor főnök idő van. Most kiszúrtam a szemétei vízriszelettel. Nem, hogy óra múlva megkap rendes vacsit.
Ilyenkor érzem, hogy ez nem hülyeség, hogy a kinti tekeréseknél óránként megállok egy ilyen 5-10 perces szünetre. Na, egy óra után ezek kezd egy kicsit kényelmetlen lenni annyira. Még újra egyre szükségem van a TP pontjaidra. Igen, erre sprintben nem megyünk rá. Elég volt ez az egy. Nem, ezt a tök jó fúzós átlagot nem akarom széttúrni. Na és így is személyes rekordot értünk el. Nem is kell egy sprintelgetni. Köszi a Rydont! Itt is lesz mindjárt egy sprint szakasz. Előbb arra rámentünk. Kíváncsi vagyok, hogy hanyadik helyre volt elég. Még a fújtos megkezdett fölfelé kúszni, ez nem jó. Na, menjél szépen csak le. Itt a kanyar után kezdődik.
Egy kanyarban, egész pontosan. Na hát azért harmadik helyen 483-ból előzőre ez nem olyan rossz. Jó, most már negyedik. Igen, kedves, itt úgy még gépnél vagyok, nem kell megállni ezen éve. Őrölem ezzel. Bírom, hogy mind megkérdezi, hogy gépnél vagy még? Nem. Na szóval, amiközben a játéknak a hangja az eltűnt. Vagy csak nagyon minimális lett. Mármint, hogyha hiányozna a chillingelés.
azt nézem, hogy közben a túlzásom elkezdett fölfelé mászni. Na, én 160 környékén van. Mindegy van. Maradék félület már végig toljuk, szépen nyugiban. Megnézzük, milyen ez a kávészünet. Na, elvileg 3 percet ad fél óránként, akkor ezzel lehet pihenni, de bent tart a csapatban, ami azért nem hátrány. De ezt meg is nézzük. Arra kell odafigyelni, hogy ne kezdjétek tekerni. Akkor úgy veszi, hogy visszaértem, és akkor ezt meg kell pihenni. Na, megy le szépen, ez az. Lehet, hogy csak egy kicsit pihenni kellett. És ilyenkor nem is megy a számláló. Hopp. Persze, miért menne? Milyen gyorsan eltelik 3 perc? Oh. De ez nem hülyeség ez a funkció hosszabb tekeréseknél. Na, még 54 másodperc. Viszont pontosan tök jól lehet 128-ra, úgyhogy akkor nem lesz gond ezzel. És nem veszi az adást. Ki kell ütni. De, jó, oké. Okay. Nem szóltam. Most is? Tehát én közel vagyok a mikrofonhoz, akkor is? Aha, jó. Ezt még tanulnom kell nekem is, hogyha felülök. Hogy akkor így jó a messze körülök, úgyhogy akkor
Cic mikrofon. És így most megint jó lesz. És ugyanez van, hogyha visszaülök. Akkor változtatni kell. De köszi, köszi. Elvileg zuzósabb zene van. Most is jónak kéne lenni a hangszínnek. Legalábbis a kivezérlésmérőm azt hazudja. Na jó, jó, oké, akkor. Vagy csak én felejtettem el magammal hozni a mikrofont. Nézegettem olyat, hogy ilyen csíptetős mikrofon, de túl sok ilyen ellenérzésem volt vele kapcsolatban. Egyik az, hogy oké, magamra csíptetem, de akkor gyakorlatilag ugye minden zajt, zörejt és mindent be fog venni. Többek azt mondom, amikor éppen meghalok, ívásokat, evéseket, mindenet. És az én csámcsogástól én nem tudom, hogy jól vagytok vele, de én ki tudok borulni. Úgyhogy ezt végül ezért is elvetettem. Meg a másik miatt, hogy nem vagyok abban biztos, hogy az izzadságot hosszú távon bírja. Mert hogy ezeket ilyen teljesen steril környezetre stúdióban ilyen interjúkhoz használják, meg találták ki. És nem hinném, hogy lenne arra garancia, hogy most érvényesítő lenne a garancia, hogy bocs, 3 órát ázott izzadságban tönkrement, bocsi, csak adjatok már egy másikat. Végül ezért lett ez a pantográfos mikrofonkar. De hát azért úgy gondolom, hogy ez előző megoldáshoz képest még ez is bőven jó. Bőven jobb. Mert hogyha nem figyelek oda, azért ez is tud bevenni olyan hangokat, amiket nem akarok. De hát még ez a streamnek a velejárója. Köszi a Rádont! Teljesen kisterilizálni meg nem is akarom. Csak ugye középutat megtalálni.
már vártam, mikor indul bele a szemem, kezdtem elaludni. Na, jó, várja meg, légy szíves. Ne rohanj annyira. Még egy olyan fél órát vagyunk ezen a pályán, meg úgy általában. Akkor most gyors fejszámolás. Fél óra alatt 50 km. Azt tudom kiszámolni, hogy hány kilométer per óra. Mert hogyha ilyen 70 előtt leszünk egy párral, lehet, hogy elgurulunk 70-ig. Akkor körülbelül egy ilyen 30 km per óra átlaggal megyünk, picivel több, 32 talán, 64, na, még meglátom, de most úgyis pihi lejtő miatt. Körülöttünk azért többen kávéznak, nagyon helyes. Kell a pihi. Ennél a szakasznál van tériszonyom. Nem szeretem az üveghidakat. Na, elhúzzák egyre a sort. Nem már. Kicsit ellazultam. Azon vagyok, jó, megvan,
Na, az rajdafák lett volna. Kiszakadok tőlük. Kicsit jobban rápihentem erre a lejtőre, mint kellett volna. Igen, és ugye kinti versenyeken van az, hogy ugye megtépik a sort, leélnek síkra, és utána ami a csövön kifér. És akkor ilyen 10-15 másodpercet is van, iszonyú szenvedés árán lehet behozni, ha egyáltalán be lehet. Itt is lejtő van, úgyhogy most vigyelünk, nem pihenünk. Na, ez is egy jó átdolgozás. Jó, most már feldolgozás nem állt.
Ja, én is felejtettem el. Rájöttem, mi hiányzik az életemben. Jaja, direkt van beállítva. Csak te a hülye streamer nem olvas. Kézzel, hogyha nem mondaná, na akkor mi lenne? Ugye annak idején azért állítottam be, hogy teljesen mindentől függetlenül x időközönként tegye be, mert volt olyan, hogy 2 órát mentem és egy kortyot nem ittam. Egyszerűen persze megcsodálkoztam, hogy miért vagyok szarul, de... És amikor kim megyek, akkor már még durvább, tehát ott nagyon-nagyon oda kell figyelni. Mert itt ugye gyakorlatilag teljesen steril környezetben vagyok. Amikor kell, akkor tudnék inni. Kim meg van olyan, hogy itt van egy forgalmi helyzet, olyan szakaszon megyek, ahol olyan rossz minőség az út, hogy elengedni nem merem a kormányt, meg figyelni kell. Simán kimarad. Ezért 5 percenként már nem fogok megállni. Mint akkor soha nem jönnek oda, ahol megyek. És ugye most is szól, úgyhogy eleget teszünk a felhívásnak. De sokszor játszottuk ezt a számot, te jó ég. De Dürerben ez régen jó nagyot szólt. Középterem. Telt házzal.
Hát egy 2%-kal lassabb vagyok, mint az előző körben. Most vagyunk 60 kilométernél, 1 óra 52 perc. Szerintem elmenjünk 70-ig. Főleg, hogy ilyen zene van, eltempózunk.
már csak azért is lehet menni, megyünk, mert kezdek elfogyni a vízből. Kiskulacsban még van egy kevés, úgyhogy ez pont elég lesz addig. Na, gyere Miguel, lemaradtál megint. És akkor belül megyünk az utolsó 5 kilométeren. Kezdek már megint éhes lenni. Minden jel arra utal, hogy 70-nél megállunk.
Na és mibe fogadjuk, hogy ez a 70 es körülbelül ott az emelkedőnél lesz? Még biztos, hogy fel kell verekednem magam rajta. Na, csak 2600. Köszi a rájdont. Aha, és pont az emelkedő. Jaj, de jó. Azaz. Éreztem komolyan. Csak ez nem az volt, amire én gondoltam. Mert van egy 6 perces, ami után ez a nagy hosszú lejtő volt, amiről leszakadtunk az előbb. Előbb órája. Jó van. Ez a jé, úrik, ő vajon az, akire gondolok? A névlistám volt.
Nem ő, az menő, Jakob úr. Benne biztos, de szerintem nem engedte még el, mert mintha valamelyik csapatnak a sportigazgatója lenne. Most nem akarok hülyeséget mondani, de valamiért a Astana jutott eszembe. Jó, az lehet, hogy eközben már nem teker, de még 100 méter, csak amíg viszont elengedjük nagyon gyorsan. Ja. Ilyenkor bezzeg nem áll meg. Kihúzódunk balra. Köszi, köszi. Állj már meg! Na, és tényleg sose így kell megállni a kapunál, jó. Jó sokszor megtekertük. Igen, itt volt a leszakadás. Ez meg a sprint volt. 968-as. Vattal az még nem annyira szar. Na és... Nyer. 1222 kalóriát meg bedobtunk a kazánba, úgyhogy ezt vissza is fotoljuk. Ergo melyik is föltépem a hűtőt. Menjen be ez. Ebből annyira nem érdekes most. Na, akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ezen a kényelmes 2 órán. Legközelebb szerdán jövök. Lehet, hogy menjünk egy alapokat, és lehet, hogy a magyar csapattal megyünk, tehát én fogom zárni a Zsolt, és így integetek nekik a rajtnál, de legalább megcsináljuk. Úgyhogy hát hideg élelemmel folyadékkal készüljetek, mert ez nem. Szinte nem egy rövid stream lesz. Úgyhogy... Amit még akartam mondani, de most ezt egy héten elfelejtettem, nem baj, majd szerdán mondom esetleg a eszembe jut közben. Akkor köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, további jó szórakozást az esti filmekhez.
estére meg jó éjszakát, jó pihenést, stb. És akkor szerdán találkozunk. Na, sziasztok!